53 pincészet hozza el legfinomabb borait a csütörtökön kezdődő győri történelmi bornapokra. Az esemény igazi fesztivál hangulatot teremt a belvárosban. A bor kultúrája és a bor fogyasztása az a mai világunknak a része. És hogyha ezt kulturáltan és úgy fogyasztjuk, ahogy azt nekünk szokták volt mondani, az egészségünkre vigyázók, akkor még az egészségünket is segíti. Úgyhogy ez a 4 nap szóljon az egészségről, szóljon a finom kóstolásról, és hát ne hagyjuk ki, hogy a bor mellett egyéb italokat is lehet majd kóstolni, és nagyszerű ételeket. A 4 nap során kiváló zenei programok lesznek, és lesznek nem csak zenei programok, hanem éppen az MCC felkarolása és nem melleslegi szerepvállalása mellett nagyszerű előadásokat fogunk tudni hallgatni, ami segít bennünket ahhoz, hogy igenis jobban megismerjük, és azon a szinten kezeljük a mi borkultúránkat, mint amit az megérdemel. A jól bevált helyszínek mellett egyéb újdonságokra is számíthatnak az érdeklődők. A Baross út átalakul, amit a szervezők egy nagy szőlőlugassá varázsolnak. Új helyszínként bekerül a Baross út a programsorozatba, valamint az Apátúrházban egy stand-up zónt fogunk majd kialakítani, hogy egy kicsit emeljük és fokozzuk a borfogyasztás melletti hangulatot. A Széchenyi tér egy borchill zónnál fog átalakulni, ahol majd DJ-k fogják pörgetni a lemezt, és ambient jazz, és egy ilyen picit nyugtatósabb, baráti összejöveteles hangulatot fogunk teremteni, a Dunakapu téren pedig majd élőzenei koncerteket fogunk tartani. És üdítő újdonságként lép majd be a Baross út, mint helyszín, és egy sétáló borkóstoló hangulatot fogunk egy szőlő-lugas dekorációval megidézni. Az MCC Győri Képzési Központjában a fesztivál kísérő programjaként pénteken délután több borral kapcsolatos előadást hallgathatunk meg. 3 kerekasztal beszélgetéssel készülünk, 16 órakor, tehát az első előadás keretében dr. Strumpf István volt alkotmánybíró úr, illetve dr. Kovács Zoltán az MCC gazdaságdiplomáciai műhelyének vezetője fog beszélgetni, mégpedig bortörténelem, történelmi borvidékek múltja, jelene és jövője címmel. Következő rögtön az előadó urak után 17 órakor 2 hölgy fog meglátogatni bennünket, illetve beszélgetni a kedves közönség számára, Gere Andrea, illetve Babarczi Zsuzsanna borász hölgyek. A 3. előadás pénteken 18 órakor lesz, ebben 2 történész eleveníti fel a szerzetesrendi borászat jelentősebb állomásait. A sajtótájékoztató meglepetéseként bemutatták az idei fesztiváldíjas borokat. A legjobb fehérbornak a Hangyál Pincészet Gemini Rajnai Rieslingjét, vörösbornak a Cseri Pincészet 2018-as legendás nedűjét választották. A fesztivál rozéja Panohalmi Pincészet Trikolisza, az édesbor a Holdvölgy Tokai Aszúja, míg a legjobb habzóbora a Garamvári Furmint lett. Kifejezetten örülök neki, nagy büszkeség, túl a főapátság által elért rozé kategória díjon, hogy nagy mértékben képviseltetik magukat a panonhalmi borok, ami utal arra is, hogy hála Istennek most már Győrnek kevésbé kell talán a panonhalmi borvidéket bemutatni, talán együtt tudunk ventilálni, együtt tudunk élni, a sajátunként tudjuk kezelni ezt a borvidéket, ami nekünk borvidéki szinten egyébként egy nagyon fontos momentum, és egyúttal egy komoly öröm is itt ugyanezt Győr belvárosában mondani. A másik oldalon viszont van egy bizonyos fokú skizofrénia is bennem, hiszen túl azon, hogy a főapátságot és annak borászatát, hogy pincészetét képviselem, igyekeztünk együtt gondolkodni a habzó kategória, a pezsgők kategóriájában is, hiszen alapvetően az látszik az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben, sajnos ki kell mondani, stabilan csökken Magyarországon a borfogyasztás, ugyanakkor mégis meglepő módon van egy olyan kategória, ami évről évre nem csak a borimport szempontjából, vagy a borimportban betöltött aránya szempontjából, hanem a hazai fogyasztás szempontjából is szinte évről évre 2 szemjegyű növekedést tud felmutatni, és ez pedig a pezsgők, a habzóborok kategóriája. A győri bortörténelmi napok csütörtökön este a borlovagrendek látványos felvonulásával kezdődik, és egészen vasárnapig tart majd.